Egyre több afrikai ország elégelte meg, hogy Franciaország továbbra is érvényesíteni akarja akaratát a fekete kontinensen. Burkina Faso, Mali, a közép-afrikai köztársaság és Niger egyaránt kijelentette, nem kérnek Párizs Afrika politikájából. Üdvözlöm a globál nézőit, Árendás Péter vagyok az elégedetlenség a pucsorozatok és a francia katonák testi épségének biztosítása miatt Emmanuel Macron francia köztársasági elnök arra kényszerült, hogy átgondolja országa Afrika politikáját. A szubszaharai államokban évek óta nő a feszültség, a válság pedig újabb, rendkívül súlyos migrációs krízisekkel fenyeget. Vendégünk Tóth Claudia. Ismert a mondás, víz nélkül nincs élet, ezért is sikertörténet a magyar állam és a magyar cégek által külföldön, elsősorban Afrikában nyújtott segítségnyújtás, vízgazdálkodás és víztisztítás terén. Műsorunk második részében Nádasi Tamás mondja el, miért egyedülálló a magyar szerepvállalás a fekete kontinensen. egyre több szubszaharai ország jelezte, hogy ellenzi Párizs Afrika politikáját, és nem kér az Egyesült Államokból. A súlyos belpolitikai válságok nyomán több államban hadsereg megdöntötte a kormány hatalmát, és a francia katonák kivonását követelte, miközben a vezetők orosz és kínai segítséget kértek. A krízisnek a belpolitikai válság mellett rendkívül súlyos migrációs hatása is van, százezrek, sőt milliók indulhatnak meg Európa felé. Franciaország csütörtökön megkezdte katonáinak kivonását Nigerből, közölte a francia fegyveres erők minisztériuma. Még szeptemberben jelentette be Emmanuel Macron, hogy Franciaország fokozatosan visszavonja 1500 katonáját az év végéig. Ugyan több mint két hónapig a francia vezető ellenséges álláspontot foglalt el a nigeri hunta ellen, amely júliusban került hatalomra egy katonai pucs után, de végül engedett a követelésüknek, hogy a francia csapatok hagyják el az országot. Macron döntése azután született, hogy Párizs csapatkivonásokra kényszerült a szomszédos Burkina Faso-ból és Maliból is. Az afrikai Száhel régióban a párizsi befolyás jelentősen csökkent az utóbbi hónapokban. Niger ugyanis az ötödik ország Nyugat-Afrikában, ahol az utóbbi három évben a hadsereg megdöntötte a francia barátkormány hatalmát. Előzőleg Guinea és Csád is lett. A közös bennük, hogy mindegyik francia gyarmat volt. A Fekete Afrikában 1990 óta történt 27 államcsíny közel négyötödét frankofón államokban hajtották végre. A Franciaország volt afrikai gyarmatain végig söprő putcsok mögötti francia ellenesség részben, a kolonializmus utáni viszonyban gyökeredzik. A franciák ugyanis sokáig tartottak hatalmon korrupt, hatalommal visszaélő elnököket. A világsajtó és a nyugati országok, mindenek előtt az Egyesült Államok és Franciaország kiemelt aggodalommal figyelik a fejleményeket. A tágabb geopolitikai következmények ugyanis megrengethetik a térséget. A nyugati, legfőképp a francia pozíciók az utóbbi években folyamatosan gyengültek Afrikában, aminek elsősorban Kína, másodszorban Oroszország volt idáig is a fő haszonélvezője. A most kialakuló hatalmi vákumba Oroszország gyorsan benyomulhat. A térségben a Wagner első bázisa a közép-afrikai köztársaság volt. Oroszország aktív továbbá Szudánban és Kamerunban is, Líbiában pedig az ország nyugati felét uraló Haftárt szintén az oroszok segítik. A Wagnernek ott legalább 1200 zsoldosa van. Az urántermelés miatt Niger különösen fontos stratégiai tényező. A 25 milliós népességű ország ugyanis az atomenergiaiparban létfontosságú hasadóanyagból többet termel, mint Oroszország vagy Kína, az export egynegyede pedig jelenleg Európába irányul. Köszöntöm a stúdióban Tóth Klódiát, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Rögtön akkor bele is csapnánk, mert hogy olyan témáról van szó, ami Európában is érezhető, de picit a történelmi okait meg kell vizsgálnunk annak, hogy a szubszaharai térségben milyen folyamatok játszottak le az elmúlt évtizedekben, és ezt onnan kezdenénk, hogy Franciaországnak milyen szerepe volt ezek országok történetében. Franciaország egy nagyon befolyásos gyarmattartó volt, ugye például a Németország vagy akár az angolok mellett. Nagyon érdekes, hogy még voltak olyan országok, amelyek valamelyest teljes mértékben el tudtak szakadni az afrikai volt gyarmatoktól. Franciaország azért a gazdasági kapcsolatai révén igyekezett mindenféle képen ott maradni a kontinensen, és ezt leginkább a nyersanyag kitermelés kapcsán lehet látni. Ami nagyon fontos, hogy hogy Franciaországnak tényleg nagyon égető ö, kívánalma az, hogy ott maradjon a kontinensen. Egyrészt azért, mert például Niger esetében az uránérc importja miatt teljesen kiszolgáltatott ennek a szubszarai országnak, másrészt pedig olyan olajkitermelő vállalatai vannak, amelyek hát hatalmas összegeket folyosítanak még mindig napjainkban Franciaországnak. Úgyhogy Franciaország jelenléte a kontinensen az meghatározó, és és hát vélhetően a most kialakuló konfliktus gócok miatt egyre inkább vissza kell vonulni a térségből, amely egyfajta vákumhelyzetet eredményez, és ez új országoknak, új érdekszféráknak a lehetőségét tartogatja. Hogyha azokat az országokat vizsgáljuk, mint például Mali, Közép-Afrikai köztársaság, ahogyan is mondta Niger, akkor ezekben az esetekben, és még van Burkina Faso, meg még egy-egy olyan ország, ahol a francia befolyás erős, itt akkor is kiderült, hogy igazából lényegében nyersanyagokról van szó, és egy hatalmas üzletről, ezért nem akarnak a franciák erről lemondani. Viszont ezen országok, amelyeket említettem, viszont nem kérnek Párizs Afrika politikájából. Igen, Franciaországnak húsz gyarmata volt a kontinensen, most viszont azt látjuk, hogy egy francia ellenes attitűd jelentkezik, nem csak a politikai szférában, hanem már a civil közösségekben is egyfajta elfordulás van a francia befolyástól, és ellenzik azt, ami hát számukra egy kizsákmányoló politikaként jelent meg. Nagyon fontos megemlíteni, hogy jellemzően inkább a nyugat-afrikai térségben volt ugye gyarmata Franciaországnak, illetve a keleti régiókban pár, és pont a most lezajló pucs, pucsok kapcsán érdekes, hogy a legtöbbük ugye frankofón államban volt, ami szintén egyfajta ilyen összekapcsolódása a mostani dolgoknak. Továbbá az is érdekes, hogy Franciaország ugye a befolyását igyekszik megtartani, ezért katonai erőkkel is jelen volt, számos katonai misszió volt a nyugat-afrikai térségben is, említhetjük például nemrégiben a tavaly lezárult bárkény műveletet, ami ugye Maliban volt, de nagyon sok EU-s kiképző misszió is zajlik számos közép-afrikai államban, illetve száheli államban, amelyek az Európai Uniónak is fontosak. Egyrészt a tapasztalatszerzés miatt, másrészt pedig azért, mert olyan tapasztalatokra tehetnek szállt, amelyet hát Európában nem tudnak megszerezni, illetve hát esetleg még a közel-kelet országaiban tudtak volna, de most az afganisztáni kivonulás miatt már ott sem tudják. Igen, viszont kiderült az, hogy ezekből a befolyásokból, ezekből a francia volt neogyarmatosításból nem kérnek ezek az országok, ezért is volt több országban többek között pucs, és az ottani hatalmat megdöntötték, katonai hunta hát az országok vezetésének az élére, és gyakorlatilag most ők mondják meg, hogy kikkel tárgyalnak, és kiknek esetleg a befolyását fogadják el, és előjött ilyen, hogy kínai és orosz esetleges befolyás, ami nem pont kiváltaná a francia befolyást, de valamelyes mégis csak helyettesíteni, ennek mi az oka? Igen, 2020 óta kilenc pucs volt a nyugat-afrikai és száheli térségben, itt egészen Malitól Szudánig nyújtózik ez a pucsövezet. Nagyon érdekes, hogy van olyan ország, ahol például két éven belül két pucs is lezajlott, sőt volt olyan, hogy a pucsisták pucsolták meg a pucsistákat. Úgyhogy ezek a katonai hatalomátvételi erő és dominancia harcok végül is arra mutatnak rá, hogy a politikai szféra nem tudja a társadalom részére azt a biztonságot megadni, amelyre várnak. Például élelmezés biztonság vonatkozásában, például fizikai biztonság, például a dzsihadisták elleni harcok nem túl ö, sikeresek. Vagy említhetjük azt, hogy a, azt is látjuk, hogy például az európai úgymond kizsákmányoló mondjuk francia vállal egyszerűen csak kiviszik a pénzt az országból, és az a nagyon szűk elit gazdagodik az afrikai országokban, amelyek jó kapcsolatot ápolnak bizonyos francia vagy Európai Uniós gazdasági cégekkel. Úgyhogy ez a feszültség ütközött ki, és ez nyilvánul meg egyfajta pucsban, bár azért a pucsok között is van eltérés. Vannak katonai pucsok, vannak alkotmányos pucsok, és a pucsoknak azért különféle változatai vannak, különféle indokaik vannak. Van, ahol például, említsük csak például Niger esetét, itt azt látjuk, hogy a, a katonai hunta vezetője Csiáni tábornak azért pucsolta meg vélhetően Bazum elnöknek a pozícióját, mert egy olyan hát, katonai strukturális átrendeződést akart az elnök, amely leváltotta volna a Csiáni tábornokat is, Úgyhogy végső soron itt leginkább személyes ambíciók diktálták, amely szintén ugye ráült arra a hullámra, hogy Bazumának nagyon jó kapcsolatot ápol a franciákkal, és igazából így pont jól is jött a, a, a pucsistáknak ez, a, ez az ok. Viszont vannak olyan pucsok is, mint például a Gabonról se feledkezzünk el, ami ugye most a legutóbbi pucs volt Afrikában, ott viszont egy hát közel 50 éve regnáló családnak a, a, a vezetői elitjét váltották le most az elnökkel együtt. Itt leginkább a társadalmi elégedetlenség, a szociális leszakadás, illetve a szociális és pénzügyi ellentéteknek a hatalmas mi volt, amiatt miatt indították ezt a pucsot. Úgyhogy tényleg még a katonai hatalomátvételek között is nagyon széles a spektrum, hogy miért kezdeményezik. Hogy ezekről a pucsokról, és hogy a katonai hatalomátvétel, vagy alkotmányos hatalomátvétel, mm. még hogyha együtt is tartjuk őket, akkor életképesek lehetnek egyébként úgy, hogy egy hatalmat megdöntenek, mondjuk a katonai vezetése lesz egy adott országnak, mert hogy elszigetelődni, nyilván nem szigetelődhet el, életképesek tudnak maradni, így is, vagy hosszú távon nem? Hát egyrészt azon múlik, hogy a a szomszédos országok, illetve azok a afrikai, de nemzetközi szervezetek milyen reakciót adnak az egy, -egy katonai hatalom átvételre. Itt például a nyugat-afrikai térségben az ECOVAS, a nyugat-afrikai államok gazdasági közössége, illetve az Afrikai Unió is elítélte például ugye a nigeri pucsot. Öhm, és nagyon fontos volt az, hogy még katonai intervencióval is fenyegették ugye hogy hogyha nem állítják vissza az alkotmányos rendet, akkor az Afrikai Unió vagy az ECOVAS is akár fegyveres erőkkel ment volna be, Miért volt ez? Egyrészt azért, mert Nigériának a vezetője, Tinubu elnök is azért hát azt szeretné, hogy a nyugat-afrikai térségben stabilitás uralkodjon, sokkal könnyebb kereskedni, sokkal könnyebb diplomáciai kapcsolatokat fenntartani demokratikusan megválasztott elnökökkel. Most viszont a pucsok miatt és a katonai hatalmátvételek miatt nagyon félő volt az egyébként, hogy ezek a katonai vezetők összefognak, és akár még más országokban is, más országokra átterjedve is akár még több hunta átvételre lehetett számítani. Szóval ez hosszú távon is egy stratégiája például az Afrikai Uniónak, hogy megakadályozza azt, hogy efféle pucsok menjenek végbe. A másik aspektus, ami szerintem szintén fontos, és a kérdésre részben válasz is az együttműködés vonatkozásában, hogy nyilván a demokratikus vezetőkkel sokkal könnyebb együttműködni, és ennek például ugye a migrációs aspektusa is nagyon fontos, hogy még különböző bilaterális együttműködéseket lehet kötni, például visszatoloncolás kapcsán, amikor az Európai Unióból valaki nem jogosulna, kérem, akkor visszaszállítják az afrikai országokba. A militári, a, 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 ezek a hun, junták nem nagyon fogékonyak arra, hogy ilyesmi megállapodásokat Kössenek, és hát nem csak migráció, de, de fizikai biztonság terén sem adják meg sokszor az állampolgárainknak, amit korábban ígértek. Például most is a hírekben lehetett olvasni, hogy a nagy szaharai számállam most is több tucat katonát és embert tölt meg Nigerben, úgyhogy az állítások és az ígéretekkel ellentétben sajnos a zsihadistákkal sem tudnak semmit kezdeni, sajnos. Pedig azt tudjuk, hogy többek között is egy név, Victoria Nuland, aki sokszor szerepelt már és sok országhoz köthető. Igen, kérdéses a megítélése az amerikai hölgynek, ebből a szempontból ez mindegy, abból a szempontból viszont nem mindegy, hogy már gyakorlatilag ő elkezdett alkudozni pont a nigeri katonai vezetéssel, és hatalmas összegeket kívánt volna fizetni az Egyesült Államok azért, hogy Nigerbe rendeződjön a viszony. Itt akkor ezek szerint a franciák mellett van egy erőteljes amerikai érdek is. Igen, de azért az orosz és a kínai érdek is ugyanott van. Ha még egy kicsit az orosz szerepről lehet beszélni, itt ugye a közép-afrikai köztársaság, de például a mali esetében, is ugye halltuk, hogy a Wagner csoport jelen van. Oroszország igazából a Vágneren keresztül próbálja az erő kivetítését biztosítani a Száhel illetve Kína pedig inkább gazdasági és diplomáciai úton próbál jelen lenni, különféle hitelekkel, infrastruktúra fejlesztési csomagokkal áll az afrikai elnökök vagy kormányok elé, és igazából tényleg hatalmas beruházásokba fog, és így próbálja magához kötni az afrikai országokat. Niger esetében például egy érdekesség, hogy nagyjából ugye 27 millió fős az ország lakossága, és olyan 4,3 millió fő jut hozzá áramszolgáltatáshoz. És Kína ezt nagyon jól észrevette, és egy olyan hatalmas vízi erőművet építenek, amely 50%-kal megemelni az áramhoz hozzáférőknek a számát. Úgyhogy Kína egy ilyen puha diplomáciai eszközökkel próbál jelen lenni, és hát nagyon sok sok afrikai ország el is adósodott Kínának, és kérdéses az, hogy melyik a célra vezető, a katonai jelenlét, például Oroszország vonatkozásában, vagy ez a puha gazdasági összefonódás, amit például Kína mutat. Az viszont kijelenthető, azt gondolom, hogy kevésbé akarnak az afrikai országok, ezen afrikai országok, mint például a Niger, vagy mint például a Burkina Faso, vagy mint például a közép-afrikai köztársaság, vagy pedig Mali egy nyugati befolyást értem itt az alatt a franciákat és az Egyesült Államokat. De és talán úgy tűnik, hogy Peking és Moszkva közelebb áll az országokat, és el is fogadják Oroszországot és Pekinget jobban partnerként, mint mondjuk az Egyesült Államokat, vagy nyilvánvalóan Franciaországot. Igen, itt a kérdés inkább szerintem a az, hogy Ö, azt már tudják, hogy milyenek a franciák, milyen a, a nyugat tényleg, hogy milyen gazdasági vagy politikai kapcsolatot lehet velük kialakítani. Az viszont, hogy hosszabb távon például az Oroszországgal vagy Kínával való együttműködés az milyen lesz, abban kevesebb tapasztalatuk van. Ö, tényleg látható az a tendencia, a sajtót is bejárta az a kép, hogy tényleg Macron elnököt koporsóba viszik Niamai fővárosban, illetve hogy különböző transzparens kell neki a, a Franciaország ellen. Viszont ö, én nem vagyok benne biztos, hogy teljesen tisztában vannak tényleg azzal, hogy milyen lenne mondjuk egy gazdasági elköteleződés például Oroszország vagy Kínával kapcsolatban. Ami tudunk az, hogy egyébként Emmanuel Macron francia köztársasági elnök már visszakozott, mm. és azt mondta, hogy az Afrika politikán változtatni kell. Jelezte is, hogy egyébként ezekből az országokból a francia katonák jó részét kivonja, sőt, hosszú távon lehet, hogy teljes egészében. Ennek egyébként örültek ezek az afrikai országok, de megint azt tapasztalhatjuk, hogy igazából akár csak egy proxy háború esetében megint a hatalmak csapnak össze egy adott afrikai ország területén, és a háttérben megint az van, hogy pénz, befolyás, hatalom. Igen, és ami még pluszba érdekes, hogy Nigerbe a átvételnek egy nagyon fontos szereplője volt még Csiani tábornok mellett, az a, aki a korábbi honvédelmi miniszter volt, aki egyébként Washingtonban tanult, és az Egyesült Államok ösztöndián tanult több hónapig, hogy katonai vezető lesen, és ugye pont ő is része volt annak a pucsnak, amit ugye Nigerben az a demokratikusan megválasztott elnök ellen véghez vittek. De itt egy aspektus még nem hoztunk be, hogy az Egyesült Államoknak miért nagyon fontos például Niger, az az, hogy Afrikában itt van az egyik legnagyobb drónbázisa. Két drónbázis és légi bázis is található Nigerben, amelyik hát az amerikaiak által épített, de egyébként Niger állam tulajdonában van, de ugyanúgy az Európai Unió más hát alkalmazottai katonái is használják. Az egyik az Niamey fővárosától pár kilométerre van, a másik pedig Agadez mellett van. Ez a sivatagnak a, az egyik kapu városa, és az egyik legmegfo, meg, legbefolyásosabb térsége például migrációs vonatkozásában. Úgyhogy az Egyesült Államoknak az a rendkívül magas értékű drónbázis az, amely érdekelté teszi őt, hogy, hogy ne engedje el Niger kezét. Tehát véletlenül sem az, amit szokott az Egyesült Államok hangoztatni, hogy demokráciát fogunk exportálni másik országba. Hangzatos, de tudjuk, hogy ez általában nem így van. Viszont említette a migrációt, valóban fontos eleme, ahol ilyen belpolitikai válságok vannak adott afrikai országokban, az igazából valahol a migráció megindítója is, és nagyon sokan tartanak attól, hogy ezekből az országokból, a szubszahari térségből, esetleg százezerek, nem kizárt milliók indulhatnak el a közeljövőben, mind Európa felé, ez óriási kockázat. Igen, ezek a, a, most látható pucsok inkább ö, tünetek. Ö, én öt olyan strukturális válságot említenék, amelyek a szubszarai térséget mindenhol szinte kivétel nélkül sújtják. És ugye szoktuk mondani, hogy a, az afrikai kontinens bajai a száhelővezetben hatványozottan jelennek meg, és tényleg ezek a struktúrális kihívások itt a legégetőbbek. Az első az, hogy olyan társadalmi ellentétek alakultak ki most tényleg, most már a gyarmati múlt és a gyarmati múltól való elszakadás volt itt a 60-60 évben, amely nagyon-nagyon eltávolította a különböző gazdasági és pénzügyi háttérrel rendelkező közösségeket. Vannak nagyon szegények, vannak nagyon mély szegénységben élő, nyomornegyedben élő emberek, míg vannak, akik tényleg ilyen európai szinten is nagyon-nagyon gazdanak számító elitek. A, ezek a társadalmi feszültségekre még ráépül a vallás jelentét, például a keresztény és a muszlim közösségek közötti öm, konfliktusok, de erre még ráépülnek az etnikai szálak is, hiszen ne felejtsük el, hogy egy adott országon belül, például Nigérián belül, belül több száz etnikai csoport él. És ha megkérdezik valakit Nigérián belül, hogy ő most nigériai, vagy az adott etnikai csoportjához tartozónak vallja magát, akkor el, először azt mondja, hogy igen, az etnikai csoportom, és utána vagyok nigériai. A társadalmi aspektusok azok nagyjából ilyen körben befolyásolják egymást. Emellett van egy gazdasági aspektus is. Most a koronavírus járvány, illetve az orosz-ukrán háború és a gabona importnak a visszaesése miatt egy olyan infláció szabadult el nagyon sok afrikai országban, amely hát a tolta ezeket az államokat, és a sérülékenységük miatt, illetve amiatt, hogy nem volt tartalék az ő rendszereikben, szintén egyfajta konfliktushoz vezetett. A harmadik ilyen aspektus, ez a, a kemény katonai és fegyveres konfliktusokhoz kötődő kérdések, ez a dzsihadizmus, a banditizmus, illetve hát még az embercsempész és emberkereskedelem. Aztán a negyedik pont azok a politikai jelentétek, amelyek most például így a pucsokat lehet említeni, az ötödik pedig a klímaváltozás, amely szintén nagyon meghatározó. Keleti térségben például már a negyedik esős időszak maradt el, véletlenül most már az ötödik is elfog, több százezer állat pusztul el, és a, az mezőgazdaságból élő közösségeknek ez rendkívül nagy csapás, Úgyhogy a, a klímaváltozás is nagyon sújtja ezeket a térségeket, és ami még szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat nem lehet egyesével kiragadva értelmezni, hanem tényleg az összeset egyszerre kell vizsgálni ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mondjuk egy országban miért lesz pucs. Elrohant az időt, lehetne még hosszan ecsetelni és hosszan kérdezni önt, és szívesen hallgatnám, hogy miket mondni, mert a migrációval még nem végeztünk, de akkor egy következő alkalommal erre majd sort kerítünk. Köszönöm szépen, hogy befáradt mindezt elmondta nekünk. Köszönöm. Most tartunk egy rövid szünetet, de hamarosan folytatjuk műsorunkat. Köszöntöm azokat a nézőket, akik globálci műsorunk második etapjába kapcsolódtak most be. Magyarok a világ tetején Karikó Katalin és Krausz Ferenc egyaránt Nobel-díjat kapott a héten. Ugyanakkor kevesen tudják, hogy a magyar államnak és a hazai cégeknek óriási szerepük van abban, hogy tiszta ivóvízhez juthatnak afrikai emberek milliói, azaz a magyar szaktudáson alapuló vízgazdálkodás nem csak egyedülálló, hanem világhírű. Hogy miért? A következő percekben kiderül. Eljutottunk odáig, hogy nem túlzás ma már azt állítani, hogy Európa jövője sok szempontból a fekete kontinenstől függ. A népességrobbanás előtt álló Afrika országainak a többsége ugyanis nemzetközi segítség nélkül képtelen megbirkózni azokkal nehézségekkel, amelyekkel kénytelen ugyanakkor szembenézni. Az ivóvíz, a születések magas száma, az egészségügyi kérdések, a piaci mechanizmusok, a katonai hatalomátvételek, a szegénység és az éhezés csak néhány azokból a problémakörökből, amelyek sok-sok évtizede a hétköznapok részévé váltak. Magyarország ugyanakkor nem csak úttörő, de meghatározó szereppel is bír vízgazdálkodás, víztisztítás és vízellátás terén. Ezt a világszinten is elismert technológiát pedig a fekete kontinens országaiban is alkalmazza. Ezzel emberek millióit segíti ahhoz hozzá, hogy tiszta vízhez juthassanak, hiszen olyan mondás is tartja, a víz maga az élet. A magyar kormány álláspontja évek óta az, hogy a problémát helyben kell kezelni, azaz ott kell segíteni, ahol a gond van, nem pedig a nehézséget Európába hozni, ahogy azt a migráció tekintetében az Európai Unió liberális vezetői vallják, sőt erőltetik is. A vízügyi gazdálkodás tekintetében is ezt az elvet vallja az Orbán kormány. A magyar állam mellett számos magyar cég dolgozik azon, hogy segítséget nyújtson az afrikai országokban élőknek vízügyi kérdésekben. Csak néhány példa közelmúltból. Magyar vállalat jegyez egy nagyszabású szennyvíztisztítási beruházás Gánában. Van olyan magyar cég, amely csapadékvíz, ipari, valamint kommunális szennyvízkezeléssel, csurgalékvíztisztítással, ivúvíztisztítással és környezeti kármentesítéssel foglalkozik Afrikában. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter pedig év elején jelentette be, hogy egy magyar vízügyi vállalat 100 millió dollár értékben 13 telepet épít Angolában, így mint egy 2 millió ember ivóvízellátását lehet biztosítani. Áder János volt köztársasági elnök pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy egy magyar fejlesztés révén megoldható lenne egész Afrika szennyvíz problémája. A korábbi államfő rámutatott, 15-20 év alatt évente 6 milliárd dolláros befektetéssel megoldható lenne a szennyvíz kérdés a fekete kontinensen, figyelembe véve a népesség növekedést is. Sok szeretettel köszöntöm Globál című műsorunkban Nádasi Tamást, az Aqua Kft. elnökét, egyetemi docenst. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! rögtön akkor megint bele fogunk csapni a fő témakörbe, az pedig a vízgazdálkodás, a vízellátás, elsősorban mit jelent ez a Magyarországon, miért van a jelentőség annak, hogy ez külföldön is egyre inkább teret hódít. Kialakult Magyarországon több mint száz éves vízügyi szaktudás, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, tehát Magyarország, mondhatni vízügyi nagyhatalom, ami egyrészt abból adódik, hogy medence jellegű ugye az ország, Kárpát medencében vagyunk, és ki vagyunk szolgáltatva a környező országoknak. Mi ez értsünk ez alatt mindenfélét, akár szennyezéseket is, mondjuk cián szennyezés, a tiszán, vagy éppen mondjuk a bőrgyárak, az osztrák bőrgyárak szennyezését a Rábán, És hát amellett pedig ugye alvizi ország vagyunk, tehát az is fontos számunkra, hogy mennyi víz érkezik az országba, és mennyi tudunk hasznosítani ebből, és milyen módon. Amúgy egy lavor van alattunk, mond szoktuk mondani, ez valamikor egy tenger volt itt alattunk, és elég sok vízkészlettel rendelkezünk, nagyon jó termálvizeink, gyógyvizeink vannak, ivóvizeink, ásványvizeink, és hát időközönként árvizek, egyebek, tehát egy vízgazdálkodási tudás alakult ki, ami pont emiatt a védekezés miatt, hogy figyeljünk arra az értékeinkre, illetve arra, hogy milyen tudással tudunk még jobban, még hatékonyabban gazdálkodni a magyarországi vízkészletekkel, hogy tudjuk megővni, megóvni őket, hogy tudjuk ezeket hasznosítani, és ez egy, ez egy nagyon komoly évszázados tudomány már, csak egy érdekesség, hogy nálunk ö, több mint talán mondhatom, 80 éve nem halt meg senki árvízi videkezésben. Ez nem mondható el fejlett nyugati országokról sem, Magyarországról elmondható. Tehát jobban tudtunk figyelni ilyenekre is, hogy az emberi élet fontossága az mennyire számít nálunk. Ez így is van, teljesen igaz, hogy zárójeles megjegyzés, hála Istennek az a vízkészlet, amelyel mondjuk a magyar állam rendelkezik, nem került úgy, kézen közön más ember kezébe, vagy egyébként azt a korábbi liberális kormány, akit Magyarországon szerették volna, zárója bezár. De ez a vízügyi segítségnyújtás, amit mondjuk ő Afrikának tud nyújtani Magyarország, ez pontosan mit jelent? Mely országokat érinti a sok-sok közül, milyen mértékben, és mi a jelentősége ennek a magyar vízügyi szaktudásnak, amivel ott vagyunk Afrika több országában? Igen, hát az első az, hogy a kormánynak van egy programja, amelyik támogatja a kitelepedéseket. Még egy kamarai rendezvényen hangzott el legelőször, legalábbis számomra a miniszterelnök úr szájából a kifektetési politika. Kicsit olyan furcsa volt először, de ugye azt jelenti, hogy ne csak a befektetőket várjuk Magyarországra, hanem próbáljon egy magyar vállalkozói réteg külföldön idézőjebe szerencsét próbálni, és azt a tudást, amivel rendelkezik, azokat a technológiákat, azokat a, 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 a szabadalmakat, külföldön is hasznosítsa, amiket Magyarországon mondjuk egy zártabb már mondhatni, hogy most már egy, egy olyan piacon, amelyik már gyakorlatilag elvégezte sok szempontból a dolgát, hiszen nagyon jó minőségű vizeink vannak. Magyarország minden településen iható a csapvíz, a szanitáció, a szennyvíztisztítás szinte mindenhol megvan minden településen, tehát itt már ilyen szempontból kevesebb a feladat. Persze még a csőházatokon kell segíteni, vízvisszatartáson, egyebeken, de úgy gondolom, hogy van egy olyan tudás, ami például Afrikából hiányzik. Hát Afrika, az egész kontinens gyakorlatilag elmondható rájuk, hogy egyetlen településen sincs iható ivóvíz. Gyakorlatilag hiányzik az infrastruktúra, a szennyvíz elvezetés, a szennyvíz tisztítás, hasznosítás. Amúgy meg a klímaváltozás talán őket érinti a legjobban a világon, és ugye ez régen is volt természetesen ugye klímaváltozás, de nem olyan mértékű, mint ahogy az ember most beavatkozott, ilyen, ilyen ezt a folyamatot felgyorsítottuk gyakorlatilag, és nem tud a természet adaptációt, tehát nem tud alkalmazkodni se az élővilág, sem a, az emberek nem tudnak olyan szinten alkalmazkodni. És Afrika nagyon kitett helyzetben van ilyen szempontból, ezért mi úgy gondoltuk, hogy ha olyan tudással rendelkezünk, ami ott hasznos lehet, és ez a vízügyi tudást is magába foglalja, ezért érdemes nekünk szerencsét próbálni ezekben az országokban, hiszen Afrikában azt hiszem 54 ország van, hatalmas nagy, a világ népességének egy nagyon komoly részét fogja adni, most is úgy tudom, hogy körülbelül 20-30%-a között van, és nagyon-nagyon nagy mértékben nő, például Nigéria lakossága, meg más országok lakossága is, ami nagyon nagy baj, ugye nekünk a migrációs nyomás miatt is, mert most még azért inkább belső migráció van, de fognak jönni távolabb is, és ha olyan technológiákkal rendelkezünk, amit mondott miniszterelnök úr is, hogy a nekünk nem ide kell hozni a problémát, hanem ott kell nekik segíteni. Különféle programokkal, akár segély, kötöttségi programokkal, akár ö, olyan gazdasági együttműködéssel, amiből ők profitálnak, amiben mondjuk egészséges vizet tudunk nekik ö, teremteni, ezek nagyon-nagyon fontosak számunkra. Nekünk is van egy ilyen beruházásunk, Tunéziában működik, négy éve adtunk át egy ilyen berendezést, távvezérléssel működtetjük Magyarországról, napelemekkel működik, tehát nem kell hozzá semmiféle más energiaforrás, négy konténer, amelyik ivóvizet tisztít és ivóvizet szolgáltat egy hegyvidéki részen Tunéziában. És akkor közben jött egy, ott is egy probléma, a, jött az arab tavasz, és most nem is tudunk nagyon kiutazni, úgyhogy van egy helyi megbizottunk, aki segít időközönként karbantartási munkák elvégzésében. Van egy másik cégnek is egy projektje, ő pedig tengervíz végez Tunéziában. Ezen kívül Szennyvíz projektben is van nagyon-nagyon komoly program, ami, ami elkészült az elmúlt időszakban. Most országokat nem tudom felsorolja el hogy mely országokban, de van egy listám, hát több mint tíz országban dolgoznak magyar szakemberek különféle projekteken, amiknek a, az öme azért, azt kell, hogy mondjam, hogy inkább jótékonysági projektnek mondható, mert Afrikában azért a gazdasági helyzet nem olyan, hogy nagyon tudnának bennünket támogatni, de úgy gondoljuk, hogy ez egy kötelezettség is. Éppen, éppen az Becisztán államtitkár úr most volt kint csád, Csádban, ugye a Csádtó valaha akkora volt, mint a Kaspi tenger és most már akkor olyan szinten zsugorodott össze, mind, mindig két millió embert körülbelül ellát ivóvízzel, de már teljesen összezsugorodott, ugyanúgy, mint az Arató más ö, vidéken, ugye a Amudarja meg a Szírdarja táplálta Közép-Ázsiában. Tehát hatalmas nagy gondok vannak, amiben mi tudunk segíteni. Dolgozunk ö, Szudánban, dolgozunk Dél-Afrikában, ott vagyunk, ott vagyunk Marokkóban, Egyiptomban, ö, van olyan projektünk ö, Kongóban, ott is, ott is ugye gongok vannak, de ugye Szudán, Szudánban is ugye komoly ellentétek vannak, és ott még, 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 nem is beszéltünk arról, hogy mi lesz a Nilussal, ugye most egy más gondok is vannak, mert én attól tartok, hogy ugye Egyiptomban, amikor voltunk egy fontos delegációval, meglepődtem, amikor először jártam ott, hogy a Nilus már milyen, milyen kis folyó lett, még az én Földrajzi tanulmányém alapján egy nagyon nagy folyónak számított, hát egy zsugorodik, és nagyon nagy gondot okoz, hogy a más országok, akik előrébb vannak ugye a vízfelhasználással, használják a vizet a később jövő országok elől. Tehát nagyon nagy gondok vannak náluk is, és ott is most nekünk is indultaná egy fejlesztésünk, ami ami inkább tengervízsoltanításról fog szólni, vagy öntözővíz projektekről. Van a vízőrnek egy programja, amelyik a víz takarékosságra ösztönöz. Nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk ezt is, ha már kevés a víz, akkor azt próbáljuk megőrizni. Azt tudni kell, hogy minél többet megtakarítani. Azt tudni kell, hogy ugye háromféle fő probléma van a vizek körül. Az egyik ugye a kevés víz. A másik a sok víz, időközönként villámárvizek, vagy nagyobb problémák vannak. A harmadik pedig a szennyezett víz. Afrikában inkább, inkább a szennyezett víz a probléma, és inkább a kevés víz a probléma. Időközönként előfordul, mint ahogy most is, egy-egy nagyobb árvíz, amire ugye fel sem készülnek, hiszen nem számítanak rá arra, hogy ott egy ilyen hatalmas, lezuduló csapadékmennyiség lesz egy idő múlva. Tehát a hektikus időjárás, a klímaváltozás olyan szinten változtatott meg dolgokat, hogy át kell alakítanunk a szemléletünket, és ha azt akarjuk, hogy a migráció minél kisebb arányban érkezzen hozzánk, ami, amit mi a szerény képességeinkhez képes tehetünk magyarok, ugye mondjuk vízügyi tudással, vagy akár, akár segélyszállítmányokkal, humanitárius segélyekkel, ezt nyilván meg kell tennünk. De nem vagyunk egyedül, nem tettünk mindent egyedül, főleg úgy, hogy mondjuk éppen hagyjuk, hogy az Unióban a politika most fogadta el a, a migrációt, hogy minél több kvótát kelljen kiosztani a tagvállalatok között. Hát én azt gondolom, hogy azon kéne gondolkozni, hogy hogy tudnák azokat az alapokat megnövelni, azokat, amelyekkel Afrikában projekteket lehet megvalósítani, hogy kiegészítsük azt a büdzsét, ami ott náluk van. Ö, ugye elkezdtünk egy, egy Go Africa projektet például a törökökkel. A törökök nagyon komoly szinten ott vannak Afrikában, mindegy a kínaiak is. Tehát úgy gondolom, hogy nekünk kisebb országnak érdemes kooperálnunk velük, és azokat a technológiai tudásokat, amikkel mi rendelkezünk, amiben mondjuk előrébb járunk mindez a két ö, nagyobb ország, azokat átadni nekik, és közösen megvalósítani projekteket, ahol ők otthon vannak. Szijjártó miniszter úr nagyon komolyan gondolja azt, hogy Afrikát nekünk fejlesztenünk kell, segít is mindenben. Az Eximbank is ott van a magyar cégek mögött, támogatással azért annyi gondunk van, hogy időközönként föllángolnak feszültségek, törzsi meg egyéb ellentétek, vagy vallási ellentétek, és ugye az Eximbanknak is be kell sorolni azokat az országokat, hogy melyek finanszírozhatóak. Mert ahova nem lehet kötött segíti programot? szervezni, vagy nem lehet hitelt adni mondjuk egy magyar cégnek, aki ott egy projektet valósít meg, ott el kell gondolkodnunk, hogy ott oda, ugye nyugati országok amúgy sem mennek úgy be, meg most nem is annyira kívánatosak sok esetben, hiszen a történelmi múltból tapasztaljuk, hogy azért ott, ott nagyon komoly gondok voltak, és a gyarmatosítás során azért történtek olyan események, amik úgy gondolom, hogy kicsit, kicsit kevésbé jó színbe tüntetik fel ezeket az országokat. Vízügyi gazdálkodás tekintetében Magyarország mindenképpen élen járó, sőt csodájára járnak a világ többi országaiban, hogy van egy olyan szaktudás egyébként, ami egyedülálló. Mi ez, ami lecsapódik egyébként mondjuk Afrika esetében? Szennyvíz, tisztítás, ivóvíz ellátás? ez a kettő legfontosabb. Nagyon fontos volna a vízbázis védelem, úgy gondolom, hogy azok, ahol, amivel rendelkeznek, még viszonylag jó minőségű vízbázisokkal azokat megvédjük. A víz takarékosságnak az ösztönzése, tehát például a szennyvíznél is, Masiban van egy olyan projekt, amelyik a szennyvizet visszaforgatja a természetbe, tehát ő náluk nincsen összegyűjtve úgy a szennyvíz, mint mondjuk Magyarországon szennyvízhálózat, hanem egy ciszternákba, ilyen tárolókba gyűjtik, ahonnan aztán tartálykocsikkal viszik el, és azokat kell tisztítani. Tehát a szanitáció másként működik ezekben az országokban, és nagyon fontos lenne a szemét, hulladék, víz, szennyvíz visszagyűjtése és újrafelhasználása, hiszen ezt az, egy nyersanyagként, alapanyagként kéne értelmeznünk, és, és fel kéne újra használnunk, mert kevés van belőle. És a migrációnak ez is egyik problémája, hogy azért is indulnak el, mert az életkörülményeik olyanok, hogy nem tudnak megfelelő mennyiségű vízhez jutni. Elvileg az esznek van egy olyan, olyan, szabálya, hogy egy lakosra, mondjuk akár egy, akár egy menekült táborba, három liter len a fejadag naponta. Tiszta víz, amit kéne adnunk. Mi sokkal többet felhasználunk Magyarországon is, akár 100 litert is fejenként, mondjuk pazarló módon egy kicsit, de Afrikában ez a három liter is nagyon nagy dolog, és van, hogy két-három kilométerről mennek el a vízér az emberek, hogy iható vizet szerezzenek, ami nem is biztos, hogy éppen nem szennyezett, de mondjuk ők elfogyasztják azt a vizet, és különféle betegségeket okoz, miután a, a rossz minőségű víz okozza a betegségek kb. 70-80%-át. Tehát ez nagyon-nagyon nagy baj. Emellett nagyon fontos lenne a képzés. Tehát őket is megtanítani nagyon-nagyon sok mindenre. Mi közreműködtünk a Magyarországi Vízügyi Stratégiában, a Kvassai Jenő tervben. Nagyon fontos projekt volt. Nekik nincsenek stratégiáik. Tehát sok országban tapasztaltam, jártam Dél-Afrikába és fogvárosba, amikor volt ott az a nagy probléma, és láttam, hogy zúgott az eső, de nem gyűjtötték össze a vizet, tehát nem használták fel azt a vizet, amit a, az ég adott számukra, üresen áll, álltak a tározóik. És közben meg a reptérre nem tudtunk kezet mosni a mellékhelységbe, mert nem volt víz. Tehát azt a tudást. Tanítani kell, át kell adni, akár itt Magyarországon egyetemi együttműködés kell, kutatóintézeti együttműködés kell, a magyar cégek, a kormány és mindenkinek az összefogása, hiszen együtt sokkal erősebbek vagyunk, mint külön-külön. És talán rá tudunk venni más országokat is. Áder úr, aki, aki nem túl régen az ENSZ-be beszédet mondott, ő is erről beszélt, hogy fontos lenne, hogy ezeket a dolgokat megoldjuk. És nem csak beszélni róla, nem csak összejönni a, a vezetőknek, hanem sokkal többet kéne tennünk azért, hogy Afrika életképesebb legyen, mert körülbelül 300 millió emberrel fog megnövekedni mondjuk 10-20 éven belül a, a lakosságuk. Igen, az a népes robbanás már egyébként beindult, és ez valóban úgy tűnik, hogy megállíthatatlan, de a magyar szaktudás, a magyar szakértelem ebben a vízügyi gazdálkodás terén mindenképpen tud segíteni. Át is adják egyébként ezt a helyieknek, afrikai országokban ezt a magyar szaktudást, vagy pedig ezt megtartják a magyarok maguknak. Igen, mi a mi projektunknél Tunéziában nem tudjuk teljes egészében átadni a karbantartási munkák egy részét odafigyeljenek arra a létesítményre, az, az, rendben van, de a beavatkozásokat, amikor változik a víz minősége, hogy milyen vegyszert kell hozzá alkalmaznunk, az itt, itt innen gyakorlatilag műholdon keresztül olyan irányítással, tehát nem, nem helyi irányítással végezzük el, de bizonyos dolgokat meg tudnak tenni, és képeznünk is kell őket arra, hogy minél nagyobb tudással rendelkezzenek, de erre még nagyon sok igény lenne, nagyon sok ilyen projekt lehetne ö, megvalósítható, csak forrásban ö, Magyarország nem fog tudni annyi pénzt adni, amennyi oda kellene, ez egy nemzetközi összefogással kell, hogy megtörténjen. És erre lát egyébként esélyt, mert hogy egy magyar élenjárása tekintetben és még nemzetközi összefogás Afrika megsegítésére, vannak arra utaló jelek, hogy ez teljesülni fog a közeljövőben? Igen, én szerintem több vízvilág találkozóra volna szükség. Ugye a Budapest Water Summit három alkalommal került megrendezésre, én mind a kettőn szervező, vagy mind a háromon szervezőbizottsági tag is voltam. Utána már volt egy planet, amely egy fenntartatósági expó volt, most nem régen lett vége a, a második planetnak. Több ilyen esemény kéne, és nemzetközi kéne tenni, minél jobban kiszélesíteni, minél több magyar cég és külföldi cég részvételével. Keresnünk el az együttműködéseket. Mi egy kicsit olyan ország vagyunk, mint Hollandia, úgy gondolom. Hollandia és a saját példáján tanulta meg azt, hogy a vízzel milyen magas szinten kell tudnia bánnia, hiszen egy, egy mélyföld gyakorlatilag, és neki is ki van szolgáltatva a, a tengerne, tenger ö, víznek, tehát ő neki védekeznie kell, nekünk ugyanígy kell védekeznünk itt, és minél több vizet meg kell tartanunk a Kárpát-medencében, és ebben van magyar vízügyi tudás. És ezeket szeretnénk ö, továbbadni ott is ahol erre mondjuk ö, kevesebb a szaktudás. Magyar vízügyi tudásról beszélt Kárpát-medencéről, és az, hogy én megmondtam, hogy élen járunk sok mindenben, és behoztuk Afrikát. Most így záró gondolatként, mik a legfontosabb egyéb teendők, amelyeket mindenképp az elkövetkező években muszáj lesz meglépni mondjuk Magyarországnak és a nemzetközi közösségnek, hogy többek között, mondjuk meg tudjuk állítani azt az újabb induló migrációs hullámot, amit rá akarnak szabadítani Európára. Tehát új új programokat kellene kifejleszteni, tehát itt a, a, a víz, tehát át kell állni bizonyos technológiákkal. A száhelővezetet, ha nézzük, ugye az gyakorlatilag a Afrikában az most a legveszélyesebb terület. Igazából partot jelent, azt jelenti ez az ő, ő nyelvükön, hogy a Sahara alatti rész, ami azt hiszem kilenc országot érint leginkább, tehát ott a legvészesebb a helyzet ott nagyon nagy bajok vannak. Tehát ott kéne már megfogni azt, hogy a sivatag ne ne kerüljön még délebre, tehát ne próbálni visszafogni a szarának a, a, terjedését. Ebben különféle technológiák vannak, mezőgazdasági technológiák, víztakarékossági, víztisztítási, víznyerési technológiák. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog most, mert a vándorlás is onnan indul el leginkább, abból a térségből. Ott van a legnagyobb népesség robbanás is abban a térségben délebre, ahol, ahol csapadékosabb időjárás van, még szerencsére vannak esőerdők, ott azért más a helyzet, de ez a vidék, ez, ez borzasztó állapotban van. A itt van való a kulcs az egésznek ezek szerint? Igen, a száhelővezet. Én azt gondolom, hogy az, egy, az most egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ott mit tud tenni a világ azzal a, azzal a résszel, hiszen nem véletlen vannak ott a konfliktusok sem. Egészen nem véletlen, ez valóban így van. Innen fogjuk folytatni, mert ez még hosszú-hosszú beszélgetés jelent így előre betítve. Nagyon szépen köszönöm, hogy a stúdió, és mindezt megosztotta a kedves nézőkkel, illetve velem. Köszönöm szépen a meghívást! Ennyi fért a Globálba, legközelebb egy hét múlva láthatják újabb adásunkat. Ezt a műsort és korábbi adásainkat azonban addig is visszanézhetik a hírtelevízió internetes oldalán és YouTube csatornáján, Köszönjük meg figyelmüket, viszontlátásra.